A mai videóban egy elképesztően szomorú és tragikusan megdöbbentő dologról fogunk beszélgetni, méghozzá arról, hogy a számok szerint 2020-ban 88%-kal megnőtt a családon belüli erőszak, illetve a nők ellen elkövetett erőszak tevések száma. Ebben a videóban először megnézzük a számokat, hogy miről is van szó konkrétan, utána picit beszélek arról, hogy a mi érteklés a hogyanokról, hogy miért lehet ez és miért borzasztóan szomorú ez az egész helyzet, utána pedig megpróbálok megoldási javaslatokat adni, hogy hogyan lehetne előrelépni ebben a kérdésben és fejlődést és javulást elérni. De a videó legfőbb célja az a figyelemfelkeltés, az, hogy picit jobban megpróbáljam beemelni általam a közbeszédbe, vagy legalábbis több emberhez eljuttatni ezt a témát, hogy beszéljünk róla, mert egy borzasztó fontos témáról van szó, amiről nem beszélünk eleget, és egy olyan témáról van szó, amiben mindenképpen cselekedni kell, mert ez így nem állapot. Írjátok le a komment szekcióban, hogy ti mit gondoltak erről a témáról, hogy szerintetek mit lehetne tenni, hogy javítsunk ezen a helyzeten, hogy szerintetek mik állnak a háttérben, miért alakul ez így, vagy miért alakult ez így az utóbbi évben, illetve ha gondoljátok, akkor írjátok le saját tapasztalataitokat is, akár verbális, akár fizikai bántalmazást ért titeket korábban, hogy éltétek meg, milyen következményei lettek, hogyan sikerült megoldani, ha sikerült, mindenféle dolgot írjatok le a komment szekcióban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok. A mai videónk témája pedig az a szomorú hír és statisztika, hogy 2020-ról idénre 88%-kal nőtt a családon belül elkövetett erőszak és a nők ellen elkövetett erőszak száma. Szél Bernadett országgyűlési képviselő tette közzé az adatokat egy posztban, amit a rendőrségtől kapott meg közérdekű adatigénylés során. Na de nézzük is meg, hogy pontosan milyen számokról van szó, amik a tavalyi évről szólnak. 2020-ban a kapcsolati erőszak bűncselekmények 89%-ában nő volt az áldozat, a tavalyi adat 88%-kal több, mint az előző évi. Egyébként azt is vegyük észre, csak így zárójelesen kicsit megemlítve, és arról is beszéljünk, hogy férfiak ellen elkövetett verbális és fizikai erőszak is létezik, csak borzasztóan nagy tabu téma, hiszen a nemi szerepeknek a kötöttsége nem engedi meg azt, illetve kigunyolja, hátrányosan megkülönbözteti azt, hogyha egy férfi tér bántalmazás, holott ez is előfordul, csak nem igazán merünk beszélni róla, mert hogy tabu téma, csak ezt így zárójelesen jelzem meg, hogy azért ez is egy olyan kérdéskör, amivel mindenképpen érdemes lenne foglalkozni. 2020-ban a hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekmények, például testi sértés, zaklatás, kapcsolati erőszak, garázdaság, stb. Sértetjének 72%-a nő volt, a tavalyi adat 11%-kal magasabb az előző évinél. 2020-ban a rendőrség által lezárt hozzátartozó közti emberölési, halált okozó testi sértéses esetek 61%-ában nő volt az áldozat, a tavalyi adat 33%-kal magasabb az előző évinél. 2020-ban a partner, volt partner sérelmére elkövetett emberölések lezárt eseteinek 74%-ában nő volt az áldozat, a tavalyi adat 47%-kal magasabb az előző évinél. Partner, volt partner által elkövetett és lezárt testi sértési ügyek éves adatai alapján 2020-ban 88%-ban volt nő az áldozata ezeknek a bűncselekményeknek. Az esetek száma 13%-kal nőtt, és a növekmény 66%-a volt nők elleni, partner volt partner általi testi sértés. 2020-ban 1842 alkalommal rendeltek el a rendőrök ideiglenes megelőző távoltartást, ez az eddigi legmagasabb szám, 26%-kal több, mint a megelőző évi. 2020-ban csökkent a hozzátartozók közti erőszak ügyében eljáró hatóságiak évi egyszeri kötelező képzésen résztvevők száma. A rendőrségi eljárások csupán 61%-a végződik vádemeléssel. Az eljárások 27%-ában viszont magánindítvány hiánya miatt a feljelentést elutasítják, vagy a nyomozást megszüntetik. Azt hiszem, hogy ezek a számok olyannyira magukért beszélnek, hogy igazából nincs is mit magyarázni rajtuk, vagy elemezni rajtuk, és azt is vegyük figyelembe, hogy ezek a számok úgy jöttek létre, és úgy ennyire tragikusak, hogy egy óriási része az be se kerül a statisztikákba, mert nem derül ki, mert nem kerül nyilvánosságra, mert nem mernek beszélni róla, mert nem tesznek feljelentést, mert nem jut el a hatóságokig, tehát ez csak az a szám, amiről éppen csak tudunk, az a kevés. Ahogy mondtam, azért is készítem ezt a videót, hogy felhívjam rá a figyelmet, és hogy beszéljünk róla, de személyes indítatásból is, ugyanis engem végtelenül elszomorít ez a téma, ahogy elolvastam ezt a cikket, ezt a hírt, én egyből borzasztó szomorú lettem, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen beszélni szeretnék erről, mert ez valami tragikus. Számomra egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy akár csak egy újjal is hozzáérjek a páromhoz, ártó szándékkal,
hiszen a párod az a személy, akit szeretsz, akit tisztelsz, akit becsülsz, és akivel arra esküdtetek fel tulajdonképpen, amikor egy pár lettetek, hogy nemhogy nem bántjátok egymást, hanem megóvjátok egymást a világtól, a rossz emberektől, a rossz élményektől, a veszélyektől, meg hát természetesen önmagatoktól, vagy önmagatok sötét oldalától is. De ha már tételezzük fel, nem is tiszteled, nem is becsülöd, nem is szereted, mert elmúlt, mert tönkrement a kapcsolat, nem tudom, akkor sem követsz el testi erőszakot, verbális erőszakot sem, de testi erőszakot sem, főleg nem gyilkosságot, hiszen a másik az nem egy állat, nem a tulajdonod, nem egy tárgy, nem a rabszolgád, hanem egy másik ugyanolyan érző emberi lény, mint amilyen te magad is vagy. Számomra egyszerűen nem létezik olyan indok, ami megmagyarázhatná azt, hogyha a párod ellen fizikai erőszakot követsz el és bántalmazod. Nem érdekel, hogy megcsalt, hogy kirabolt, hogy mit tudom én, kigúnyolt, összetörte az autódat, szétverte a gamer PC-t, bármit. Nem létezik olyan indok, ami megmagyarázhatná, vagy feljogosíthatna arra, hogy bántalmazd a párodat, ha ilyen súlyos esetek vannak, tönkrement a kapcsolatotok, vagy nagyon súlyos sértést követett ellened, akkor elhagyod, elválsz, otthagyod, szakítasz, nem beszélsz vele többet, de nem bántod. Mert többek között ez tesz minket emberré, hogy képesek vagyunk uralkodni az agressziónkon és az ösztöneinken, hogy képesek vagyunk felülemelkedni a bennünk élő, ősi, ösztönszerű, primitív állat énünkön és megzabolázni azt. A másik dolog, ami számomra borzasztóan szomorú, az, hogy a Covid-helyzet és a bezártság és a karantén az egyértelmű kapcsolatban van a párkapcsolaton belüli erőszak és gyilkosságok növekedésével, de nem csak Magyarországon egyébként, hanem az egész világon. Kínában a pandémia kezdete óta 300%-kal emelkedett, Argentinában 25-tel, Cipruson 30-al, Szingapurban 33-mal, Brazíliában 50%-kal, de ha nagy számokat nézzük, akkor az ENSZ 193 tagállamában összesítve átlagosan 20%-kal emelkedett. És akkor felteszem a kérdést, hogy tényleg ennyire elosztottak a párkapcsolataink, hogyha több időt kell egymással együtt tölteni, össze vagyunk zárva egy légtérbe, egy háztartásba, akkor már egymás ellen ugrunk, és egymás ellen agressziót követünk el, és bántalmazzuk, és meggyilkoljuk. Tényleg ennyire elcseszettek az emberi kapcsolataink? Persze értem én, hogy itt nem csak az együttélésről van szó, hanem egy borzasztó stresszes időszak, sokan elveszítették a munkájukat, egzisztenciális válságba sodródtak emiatt, nem tudnak megfelelően pénzt keresni, lebetegednek, gyereket nem tudják hova tenni, szülőket kell ápolni, rengeteg stresszfaktor van az ember életében, de akkor is. Tényleg ennyire primitívek lennénk mi emberek, hogy össze vagyunk zárva azokkal az emberekkel, akiket szeretünk, akiket mindennél jobban szeretünk a világon, és a stresszt csak úgy tudjuk levezetni, hogy őket bántalmazzuk, akiket a legjobban szeretünk. Hát de nem tudom, mennyi vert szét a bútort, vagy nyomj egy saját testsúlyos edzést, vagy írjál hater kommenteket a közösségi médiában, vagy mit tudom én. És ilyenkor felteszem a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. Mennyit kell még fejlődnünk ahhoz nekünk, mint emberek, mint társadalom, mint civilizáció, mint faj, hogy eljussunk egy olyan szintre, amikor már nem bántalmazzuk egymást, de főleg nem bántalmazzuk a hozzánk legközelebb álló embereket. Ott voltak az első civilizációk 5-6 ezer évvel ezelőtt. Eltelt azóta 5-6 ezer év, és kisebb-nagyobb megszakításokkal egy folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, és még mindig nem tartunk ott 5-6 ezer év után, hogy ne bántsuk egymást és a szeretteinket. Mikor jön el az a pont, amikor ezt a szerintem nem olyan bonyolult dolgot sikerül megugranunk. Ráadásul egy elméletileg keresztény konzervatív országban élünk, ilyen neveltetéssel, iskolázottsággal, stb., amiben keresztény szemléletben még a fele barátodat sem bántod, nemhogy a hozzád legközelebb álló embereket. Mi ez a méretetlen mennyiségű elfojtott frusztráció, agresszió, elégedetlenség, és honnan származik? Honnan jön ez? Úgy érzem, hogy valami itt fundamentálisan rossz, valami itt fundamentálisan alapjaiban el van romolva az emberi kapcsolatainkban, hogyha egy globális méretű stressz, egy globális méretű nehéz helyzet, globális méretű egymás ellen és a szeretteink elleni erőszakhoz vezet. És nem csak erőszak, és nem csak bántalmazás, hanem konkrétan emberölés. Emberölés. Párodat, családtagodat, barátodat megölni. Milyen lépésekkel, fejlesztésekkel lehetne enyhíteni, javítani, fejleszteni ezen a helyzeten?
Összeszedtem a gondolataimat, megnéztem, hogy más országokban mit csinálnak, milyen intézkedéseket hoznak, hogy működik ez, próbáltam olvasgatni a témában, cikkeket összeszedni. Tehát ezek alapján próbáltam összeállítani egy ilyen javaslatlistát, ami kissé naív lehet, mert nyilván nem értek hozzá, nem vagyok a terület szakértője, lehet, hogy naív, olyan szinten is naív, hogy nyilván ez soha nem fog eljutni azokhoz, akikhez el kellene jutni egész magasan, de remélem, hogyha minél többen beszélünk ezekről a pontokról, minél több ember kezdeményez ilyen témákban beszélgetést, párbeszédet, nem tudom, civil kezdeményezéseket, nem tudom, akkor hátra előrébb tudunk lépni, úgyhogy azért elmondom ezeket a javaslatokat. Először is szükség lenne olyan állami szintű beavatkozásra, olyan szervezetek létrehozására, bővítésére, fejlesztésére, erőforrásbeli és anyagi támogatására, ami kifejezetten ezzel ilyen jellegű problémákkal foglalkoznak. Az USA-ban például szintén feljött ez a probléma, és látják, és éppen ezért egy 1,9 billió dolláros COVID segélycsomagot szavaztak meg, amiből 450 millió dollár csak is és kizárólag a családon belüli erőszakkal foglalkozó szervezetek és intézményeknek megy, hogy ezeket fejleszték, bővítsék, stb. Angliában szintén kiderült, hogy baj van ezen a téren, és meg is szavaztak egy 76 millió fontos segélycsomagot, aminek egy jó része a sebezhető embereknek segítségnyújtására szorul, viszont egy 25 millió fontos része az kifejezetten a családon belüli erőszakkal foglalkozó szervezeteknek megy. Magyarországon mennyi ez a támogatás, ami az utóbbi években támogatásra került? Költői kérdés volt. Egy olyan rendszer kialakítása, ami pontosan és szakszerűen gyűjti és elemzi a vonatkozó adatokat. Szél Bernadett posztjából az derült ki, hogy egy rendszertelen, kaotikus, átláthatatlan salátát kapott adathalmazként, amit neki vagy nekik nem tudom pontosan kellett elemezniük, rendszerbe szedniük, kinyerni az adatokat belőle, tehát nincs egy ilyen egységes, rendszerszintű, pontos adatgyűjtés és ezeknek elemzése, számítása, amiből aztán kiderülne, hogy hol és milyen formában kell fejleszteni, ezt mindenképpen orvosolni kell. Olyan jogi környezet, ami könnyíti, segíti, gyorsítja és biztonságosabbá teszi az esetek jelentését és a felelősségre vonást. Ausztriában az említett poszt alapján most tervezik bevezetni azt, hogy minden rendőrőrsön lenne egy tiszt, aki kifejezetten ezekkel az esetekkel foglalkozik, és szakszerűen tud ezekkel az esetekkel foglalkozni. Edukációt csinálnak, előadásokat tartanak, az egyes területek, mint hatósági területek közötti könnyebb átjárást és kommunikációt fejlesztik, stb. 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 De Angliában például most április 29-től lépett érvénybe a The Domestic Abuse Act 2021 nevű törvénycsomag, ami gyakorlatilag áthatóan foglalkozik az egész területtel, és különféle jogi szinten történő fejlesztéseket tartalmaz, ami az egész területet fejleszti. Nálunk még az isztambuli egyezményt sem sikerült ratifikálni, ami a családon belüli erőszak megelőzését és megszüntetését célozza, és ami egyébként másik 45 országnak sikerült. Az edukáció a társadalom minden szintjén. Már kisgyerekkortól, óvodától kezdve egészen általános iskolán, középiskolán, egyetemen át bezárólag folyamatos képzést tartani ezekben a témákban, hogy már egy olyan következő generációt tudjunk felnevelni, aki sokkal jártasabb, sokkal érzékenyebb és sokkal tudatosabb ebben a témában. Különféle felnőtt képzéseket tartani, veszélyeztetett embereknek képzéseket tartani, prevenciós jellegű képzéseket tartani. De nagyon fontos lenne a területhez tartozó szakemberek, hivatásban dolgozó emberek képzése, mint a rendőröké, a bíróságon dolgozóké, a szociális munkásoké, stb. Stb. Olyan skillek képzése és elsajátítás, amit már évek óta szajkozok, meg már évekkel ezelőtt is készítettem videókat, hogy miért, milyen skillek vannak, amit nem tanít az iskola, és eszenciális lenne. Ilyen például az alapvető kommunikációs skillek és párkapcsolati kommunikációs skillek. Az érzelmi intelligenciát nagyon fontos lenne tanítani, és nem véletlenül csináltam erről tanfolyamot, és nem véletlenül mondtam el mindig, hogy az élet szinte minden területén nagyon fontos, nagyon hasznos és eszenciális az érzelmi intelligencia. Tehát ilyen esetben mi történik tulajdonképpen? Van egy nagyon szép magyar kifejezés, amit szoktak ilyenkor mondani, hogy jaj, hát elöntötte a szar az agyamat, ugye nem tudtam, hogy mit cselekszek, így kikapcsolt az agyam, és hát ekkor öltem meg ekkor vertem meg nem tudtam, hogy mit csinálok. Hát mi történik ilyenkor? Egy emotional hijacking nevű jelenség, egy érzelmi felülírás nevű jelenség, annyira elszabadulnak az embernek az érzelmei, főleg a haraggal kapcsolatos érzelmi, hogy
hogy egyszerűen felülírják a tudatosságát, egyszerűen felülírják, szinte blokkolják a prefrontál kortexet, a tudatosságért felelős agyterületet, és ekkor történik meg ez a baj. Viszont ha az érzelmi intelligenciát már kisgyerekkortól kezdve tanítanánk, képes lenne az ember felismerni az érzelmeit, semlegesíteni az érzelmeit, szabályozni az érzelmeit, az nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy sokkal kevesebb ilyen eset történhessen meg. De ott van a konfliktus kezelés képessége, az empátia képessége, az önismeret és öntudatosság, vagy gyereknevelési skillek, ezek mind nagyon fontosak lennének ahhoz, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal tudatosabb, sokkal hatékonyabb emberek legyenek a hétköznapokban, ami által sokkal kevesebb ilyen szituáció történhetne meg. Holisztikus megközelítés, rendszer szintű átalakítás és kiterjesztés más sebezhető csoportokra is, kisebbségekre, szellemi és testi sérültekre, gyerekekre, idősekre, férfiakra és stb. Egy társadalmi és kulturális nézőpontváltás. Még ma is elhangoznak olyan viccek, hogy az asszony az verve jó, meg ott van az asszonyverő trikó, ami benne van a köztudatban és humorforrása, de az áldozathibáztatásnak is egy nagyon jelentős hagyománya van itt a mi kis hazánkban. Ezeket mind kukázni kellene, és ha már ott tartunk, akkor az olyanok is mehetnének mellé, mint hogy a nőnek a konyhában van a helye, meg hogy a nőnek az az egyetlen életcélja, hogy gyereket szüljön, ezeket mind akkor már ezekkel együtt szépen lehetne kukázni. Rehabilitáció és fejlesztő program az elkövetőknek. Már a legelső jeleként, legelső verbális agresszióknál, a legelső apró fizikai agressziónál már ezeket a jeleket figyelni kellene, szólni, jelenteni és különféle fejlesztő programokra elküldeni ezeket az embereket, mert a nagy része ezeknek az embereknek én nem hinném, hogy rossz ember lenne. Egyszerűen arról van szó, hogy nem ismeri önmagát, nem ismeri az érzelmeit, nem képes kontrollálni önmagát, hogy rossz mintákat kapott gyerekként a szüleitől, nem tudja, hogy mik a helyes megküzdési stratégiák egy konfliktus esetén, nem tudja helyesen kezelni a stresszt, a gyerekként esetleg őt is bántalmazták, hát jó, hogy ezekhez fog nyúlni, mert ezeket ismeri, hogy így működnek az emberi kapcsolatok, új mintákat tanítani neki, új megküzdési stratégiákat tanítani ezeknek az embereknek, már a legelső jeleként, és megint csak sokkal inkább megelőzhetőek lennének szerintem ezek az esetek. Figyelemfelhívás, érzékenyítés, média visszhang. Érdemes lenne az emberek figyelmét minden fajta média felületen felhívni erre a témára, hogy benne legyen a köztudatban, hogy beszéljünk róla, hogy merjünk beszélni róla, hogy merjünk segítséget kérni, híres emberek beszélhetnének róla, televíziós műsorokban lehetne, óriás plakátokon szerepelhetne, influencerek beszélhetnének róla, két üdítő, meg fogfehérítő, meg sminktermék reklámozása közé beférhetne egy-egy ilyen társadalmilag jelentős üzenet, hogy már minél fiatalabbakhoz is, és minél több fiatalhoz eljusson ez az üzenet, és már benne legyen a fejében, és már gondolkodjon róla, tehát minél nagyobb média visszhangot kelteni az egész témának állandó jelleggel, hogy ez benne legyen a köztudatban és a közbeszédben. Nos, hát ezeket a gondolatokat hoztam, hogy szerintem milyen területen vagy milyen formában lehetne fejleszteni ezt a területet és ezt a kérdést. Mondom, nem vagyok szakértője a területnek, lehet, hogy kissé naívak is a gondolataim, de hát ha egy-két hasznos dolog vagy gondolat elhangzott, akkor én már örülök neki, hogyha ez egy-egy fejben már termékeny talajra hull és ki tud csirázni egy-két ilyen gondolat. Nagyon fontos, aki úgy érzi, hogy verbális vagy fizikai erőszak, bántalmazás alatt áll, vagy csak ennek az esélye felmerül, egy potenciális esélye felmerül, nem érzi biztonságban magát, nem érzi jól magát, hogy tudsz segítséget kérni, mindig lehet segítséget kérni. Például ott van a nőkért az erőszak ellen egyesületnek a segélyvonala, ott van az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat segélyvonala, ott van a Patent Egyesület jogsegélyszolgálata, tehát hogy ezeket és ehhez hasonló segélyhívó számokat igénybe tudsz venni és segítséget tudsz kérni. Fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, hogy figyeljünk ezekre a jelekre, hogy merjünk segítséget kérni és merjünk segítséget adni másoknak, és nagyon fontos, hogy dolgozzunk ezen a borzasztóan szomorú statisztikán és helyzeten, ami itt van most Magyarországon, és valahogy fejlesztjük és olyan irányba vigyük, hogy minél kevesebb embernek kelljen átélni ilyen szörnyű eseményeket és tapasztalatokat.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze írjátok le a véleményeteket a komment szekcióban. Ne felejtsetek el ellátogatni a tanulom magam Facebook oldalára, illetve a tanulom magam tanulók Facebook csoportjába, illetve most már van támogatói funkció is a csatornán, és egy havi általad kiválasztott tetszőleges összeggel támogatod a csatornát, akkor minden hónapban exkluzív tartalmakat kapsz, amiket te tudsz megnézni. Elindult a tanulom magam Discord is, ahol különféle érdeklődésű emberekkel, különféle témákban tudsz gyakorlatilag chat beszélgetéseket folytatni. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas, jó kis közösség, úgyhogy érdemes lecsekkolni. Illetve ott van az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat találhatsz. Úgyhogy ha érdekel az ilyesmi, akkor feltétlenül csekkold le. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!